Egy vitatott kor, egy vitatott személy, egy politikai kényszerpálya. Vitéz nagybányai Horthy Miklósról, Magyarország kormányzójáról és 24 év magyar történelméről tartott előadást dr. Újvári Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet professzora a Kulturális Központ Színház termében. Újvári Gábor vagyok, a Veritas Történetkutató Intézetből, amelyik egy nemrégiben 2 évvel ezelőtt alapított intézmény, és az 1867 és 1994 közötti magyar történelmi kutatása a fő célja. 3 kutatócsoportban, a dualizmus koriban, ami 1918-ig tart, a 2 világháború közöttiben, ami 1919 és 1944-45 közötti történelmet kutatja, illetve az 1945 utáni időszakban. Jó magam az intézetnek, úgy mondhatnám, hogy tudományos vezetője vagyok, ugyanis a ott dolgozó történészkutatók munkáját én irányítom, emellett a Horthy-kori kutatócsoportnak vagyok a vezetője. A Horthy korszak kutatása valóban még ma is sok szempontból kényes téma, hiszen nagyon sokan politikai szempontból tekintenek még mindig erre a korszakra, és pártállásuktól függően ítélik meg, pozitívan vagy negatívan. És sajnos inkább a két szélsőség a jellemző, középúton elég nehéz haladni. A vélemények teljes mértékben megoszlanak. Horthy kormányzóságáról több kép alakult ki, melyek szélsőségesen szemlélik Magyarország egykori vezetőjének időszakát és munkásságát. Voltak ennek a korszaknak nagyon pozitív és nagyon negatív vonása is. Ha az utóbbiból kell valamit említeni, akkor én mindenek előtt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a magyar társadalom szerkezet az roppant egészségtelen volt ebben az időszakban, és inkább a balkáni állapotokhoz, mint a nyugat-európaihoz állt közelebb ebből a szempontból. Tehát Magyarország egy mezőgazdasági ország volt még ekkor is jó részt, és bizony a középparasztokról lefele a parasztságnak a nagy része tényleg szörnyű körülmények között élt. Erre például a népi írók, szociológusok, mások már akkor is felhívták a figyelmet és joggal kritizálták ezt. És a pozitív oldalból meg el lehet mondani, hogy egy nagyon jó kultúrpolitika valósult meg akkoriban Magyarországon, amelynek következtében ez az időszak a magyar kultúra, a magyar művészet egyik aranykora. Másrészt voltak jó szakpolitikák, mint például a külpolitika, amelyik 1941-ig azért elég nagy sikereket ért el, vagy a gazdaságpolitika, amelyik megint csak nagyban szerepet játszott abban, hogy Magyarországból, amelyet az 1920-as évek legelején nagyon sokan egy életképtelen országnak tartottak, mégis egy viszonylag stabil állam keletkezett az 1920-as évek második felére. Viszonylag pontos lejegyzésünk van erről a tárgyalásról, ezek nagyon ingerült hangnemben szajlottak, itt Hitler bejelentette, hogy megszálljuk Magyarországot, Horthy Miklós tiltakozott. A megszállás ennek ellenére, mint tudjuk, március 19-én megtörtént, és Horthy Miklós ezután is vállalta, hogy kormányzóként államfő maradt. A kutató munka célja az, hogy minél több szempontból vizsgáljuk a korszakokat. Vannak egyetemi intézetek, melyek kutatják Magyarország korszakait, van az Akadémia által működtetett Történettudományi Intézet és az ezektől független nézőpontból vizsgáló kutatócsoportok is. Ezeken kívül is számos kutatócsoport vizsgálja Magyarország történelmét, a vélemények még intézeteken belül is megoszlanak. Én azt gondolom, hogy még ma is rengeteg kutatnivaló van a Horthy korszakkal kapcsolatban, de nem csak a Horthy korszakkal, hanem az utóbbi 150 esztendő magyar történelmével kapcsolatban is, és erre különösen fontos idén felhívni a figyelmet, hiszen most lesz 150 éve, hogy a kiegyezés megköttetett, és ennek következtében 1867 után Magyarországon egy rendkívül gyors gazdasági fejlődés következett be, amelyeknek a mai magyar városok, részben a kisebb településük is az arculatukat köszönhetik. Történelmünk megismerése az ismeretek által annak magunkban formált véleményezésének legfőbb célja, hogy tanuljunk belőle és építeni tudjuk abból jövőnket.
Dr. Újvári Gábor teljes előadását megtekinthetik a Fonyód Televízió adásában, valamint YouTube csatornánkon is.